Egy óra. Mennyi van egy óra? 1:15, és 6:30-kor kellünk. Hi! No. Szerintem milyen fejjel? Nagyon rég láttatok videóban. Ez a tényleg felkelés után egy fél órával. Most reggel 7 óra 7 perc van. Miután indulunk, el kell intézni pár e-mailt, úgyhogy azt most gyorsan megcsinálom, aztán bepakolok, mert még nem vagyok bepakolva. A 11 óra van, hétfő, első tali letudva. Most megyünk fel, eszünk, dolgozunk, aztán elmegyünk Vás, Andék esküvőjére, ruhát kell vennünk. Holnap pedig lesz egy nagyon nehéz tárgyalásunk, úgyhogy majd este meg arra kell készülnünk. Még videóznom kell, mert mára még nincs videó. Na, már itt vagyunk. Bőven délután van. Úgyhogy most van pár órán felvenni. 2-3. Ugye felveszek egy vidit, aztán azt megvágom még 1-2 óra, úgyhogy sietem kell, hogy 6-ra kiérjen a videó. Szóval itt is. Sipi setup. Ja, azt ki van kapcsolva. Verhetem itt a billentyűzetet. Na, let's go! Na, Hali, megint ágyból jelentkezünk. Voltunk délután, videózás után Dávidékkal találkoztunk, faltunk a Gundelba. Valamelyik héten feldobta nekem a reklámját, úgyhogy meg kellett nézettünk egy Gundel palacsintát. A hely zseniális, maga a kertbe ettünk, de gyönyörű volt. A kaja az pedig gyönyörű volt, és tök átlagosan finom. Szóval furcsa volt, hogy gyönyörű volt, de tehát nem volt annyira finom, mint amennyire gyönyörű. Nagyon jó volt, minden rendben volt, amit tettünk, nagyon minden. Kedvesek, aranyosak, csak a képek felülmúlják, meg a helyszín, szerintem, de ettől függetlenül jó volt, érdemes meglesni. Ugye azért is jövünk Pestre, mert holnap megyünk egy fontos tárgyalásra, úgyhogy egy olyan 2-3 órát még most dolgozgattunk, meg átbeszéltük a holnapiakat, úgyhogy most 12:30 van jelenleg, már ugye kedden. Reggel 8-9 körül, meg már 9:30 körül indulunk is a tárgyalásra. És most Győzikét nézünk. Ez megy a tévében, olyan durva, itt hajnali 12:30. Ja, meg még előtte e-mailezünk természetesen. Meg utána is, aztán videózunk, és utána menjünk majd haza Miskolcra. Jackie Boyhoz ma FaceTime-oztam vele este. Anya van vele most, úgyhogy ilyenkor sincs egyedül. Sőt, ilyenkor amúgy többet vannak vele, amikor mi nem vagyunk otthon. Igen, ilyenkor neki... Kárnám van. Igen. Jó, itt szakasz. A másnap van, 9:50, ugye 10-re megyünk, hála az égnek közel, szerintem ott van a taxink is, úgyhogy let's go! Jó napot! 3:45. Még ma nem ettünk. Még ma nem ettünk, ugye 10-re mentünk, 3:45. 3:45. Enyhén meghalok az éjségtől, de megérte. Vagyis majd meglátjuk, nem tudtunk mindent átbeszélni, már mindenkinek máshol kellett menni, úgyhogy mondtam, hogy akkor jövő héten folyt köv, mert most ennek pontot kell tenni a végére. Na ugye hazaértünk, mennyi volt, 3:45 vagy mi, úgyhogy gyorsan faltunk, aztán azon nyomban SOS-be vettem fel videót a kis mobil setupomon, azt gyorsan megvágtam, gyorsan, éppen hogy nem is került ki, úgyhogy késett a videó. Ha nézed ezt a videót és ugye vártad kedden a videót, na azért késett, mert ugye 10-től délután 2-ig tartott a tárgyalásunk, úgyhogy most összepakoltunk, összerámoltunk, Kinga levitte a szemetet. Jackie Boy már vár, mi is várjuk Jackie Boyt. Time to go home. Kinga megnyomta véletlenül a nullát is. Hajime karate! Na, úton vagyunk hazafele, csak ha itt vagyunk az Ossannál, akkor benézzünk
megnézzük venni a... Azt hagyom, hogy venni kell tutti juice-t, vagy a babona, hanem megnézzük a kihelyezéseket, hogy az Osan úgy csinálja, hogy meg van beszélve. Énkor, hogyha itt vagyunk, általánosságban át szoktuk mi is egy kicsit rendezni a polcot, hogy könnyebben elérhető legyen, kinyitunk párat, kiteszünk párat. Itt is ugyanígy, hét termék. Na, itthon vagyunk. Jackie boy már kiürülte magát. Igen, örülsz, hogy itthon vagyunk, Jack? Mondjad, örülsz? Én már éhes. Már 9:30 van, az neki a vacsora idő, úgyhogy azért koncentrál. Már kiszaladgálta magát, bújócskáztunk is. Éhes vagy? Gyere, menjünk enni, futás! Futás! Jack vizébe van egy béka. Jack, most mit szólsz ehhez? Mondd meg! Mit szólsz, hogy a vizetbe beköltözött egy brekeke? Esti tévézés. A srácok már 3:45 van, Kinga már alszik. Holnap ismételten korán kellünk, mert egy forgatásra megyünk már 10-re oda, és előtte még dolgozni kell. Úgyhogy ma sem fogunk sokat aludni, de hát ez ilyen. Majd alszunk a föld alatt. Na, Hali, szerda van, reggel, 8-kor már ültünk a gép előtt, e-maileztünk, igaz? Szállításokat intéztünk Jackkel, szállításokat, tutti juice-okat szállítunk, igaz? Péntekre észreértük a kamionokat, elindítjuk a logisztikát, szállítóleveleket, igaz, Jackie boy? Kicsit könyveltünk, Kinga is e-mailezett, úgyhogy most 9:30 van, már késésben vagyunk, csak Kinga még sminkel. Na, már végeztünk a Baj Zoltánba, ahol felvettük a videót. Nem baj. Nem baj, baj. Pont ez elején rosszul mondtam a másik videóban. Úgyhogy azt a videót is majd hamarosan láthatjátok. Fantasztikus jó volt, nagyon jó érzünk magunkat. Tényleg érdemes lesz szeptember 30-án eljönni, meg majd azt a vlogot megnézni. És bejöttünk az Osamba, eszünk, aztán megyünk haza dolgozni, meg vidizni. Na, srácok, 18:08 van. Most raktam fel a videót. Hazajöttünk, csináltunk egy kávét, dolgoztunk. Plakátokat, molinókat új termékkel kapcsolatban, új termék dizájnjával kapcsolatban egyeztettünk a grafikusunkkal, ötleteltünk egy picit ezzel kapcsolatban, aztán általános marketing dolgokat csináltunk, utána én leültem videózni, felvettem egy raft részt, olyan 2 óra alatt, az Kinga megvágta. Most pedig még vannak általános dolgok, amit meg kell csinálni, meg apukámnak ígértem meg, hogy átmegyek, majd beül a kocsiba, elmegyek hozzá, úgyhogy este sincs pihi. Na, de mindegy. Ezt nézzétek. Ő vacsora után, teli pocakkal, aluszizik. Akkor nyárban mindig vannak szegénynek kis felfekvései, mert nem hajlandó ugye a szőnyegén, meg minden, hanem ugye hideg kövön fekszik egész nap. Télen meg elmúlik, mert akkor meg ugye a párnáin. Hogy izgul? Amúgy már fél évfél múlt, de ő még marad itt. Na, srácok, zárul Gergő mai mókatára, holnap reggel folyt köv. Csütörtök van, elfelejtkeztem bejelentkezni reggel, mert kicsit bolondokháza volt, mint mindig itt nálunk. Igazából ma tudtam kicsit tovább aludni, szegény Kingának kellett kelni, mert Gyula, aki ugye Kinga tesója is a munkatársunk, aki a webshopot csinálja nekünk, mert a webshop rendeléseket adminisztrálja, ő csomagolja be, ő adja át a futárnak a raktárunkba, ő Szabin van ma holnap, tehát csütörtök péntek, ezért Kinga ment el ma beregisztrálni, ugye beírtam a rendeléseket, rendbe tettem az admin részét, ő elment beregisztrálta, elment dobozért, mert elfogyott a G10-es dobozunk, amiben a nyári csomagot rakjuk, amúgy a Tutti Shop-on van egy extrém király csomagunk, tényleg tudjátok, mi ritkán csinálunk a Tutti Shop-on akciót, de akkor az igazi akció. Úgyhogy ők elment csomagolni, aztán elmentek irodai cuccokat venni. Én pedig ültem itthon a gép előtt, szóval amit akartam mondani, tudtam egy kicsit tovább aludni, 8:30-ig tudtam aludni, nagyon örültem neki. És utána felkeltem, kávéztunk, Jackie boy-jal adtam neki reggelit, utána leültem ide a gép elé, és most jelenleg 14:31 van, jelenleg is itt ülök még. Még van munka, aztán jön a videó, de ma élőzni szeretnék, beszéltem Andival meg Imuval, ők benne vannak, csak ugye ide kéne még Dávid is, meg Gyöngy is, ők nagyon különcködnek mindig, de hát na, ismerjük őket.
Úgyhogy ha az összejön, akkor élőzünk, ha nem, akkor pedig epic gyors módon, most azonnyomban át kell odaülnöm a gép elé és felvenni a videót, mert úgy nem lesz idő megint kirakni. Szóval, ja, rohanás az élet. Na, háj! Igen, csütörtök 23 óra 55 van. Ezt magamnak mondom, hogy amikor majd vágom, tudjam. Webshopot csinálom még. A webshop szállításoknak kell átnézni sajnos, mert GLS meg az MPM már februárban emelték az árat, de mi próbáltuk nektek tartani, és próbáljuk most is. Úgyhogy még egy hónapig tartjuk a hátunkat, már vagy harmadszor, vagy negyedszer emelnek. Mi egyszer sem emeltünk nektek árat. Úgyhogy ilyenkor termelünk egy kis mínusz, de nem érdekel, mert nem. Tehát próbáljuk addig tartani, amíg lehet. De már most lassan megyünk aludni, megint mindjárt éjfél van. Holnap ma mama szülinapja, holnap tala. Hát teljesen elfelejtkeztem ma a videóról. Hallott, Kinga? Teljesen elfelejtkeztünk a heti vlogról. A mai nap. Oopsies! Most jelenleg 5 óra. One. Jövök befejezni a videót, és aztán töltöm is fel. Már szinte készen van. De reggel felkeltem. Volt egy hosszú megbeszélésem a gyárral. Ugye a augusztusi, szeptemberi, októberi gyártásokat szoktuk ilyenkor ugye átbeszélni, hogy az hogy mint rendben van. Aztán rögtön 11-től kezdődött egy meetingünk, addig a hazaért Kinga is a webshop bepakolásom, mert tudjátok, még Gyula mindig Szabin van. Egy 55 perces marketinges megbeszélésünk volt egy céggel, akivel valószínűleg együtt fogunk dolgozni marketing terén. Utána elszálltunk az Interspárba, megnéztük a Tutti Juice-t, a titkos Tutti Juice, meg a Tuttitának a kihelyezéseit, és akkor most jövök befejezni a videót, amit még reggel vettem fel, mielőtt volt ugye a hosszú megbeszélésem. Aztán ma van nem a mám születésnapja, úgyhogy este meg megyünk majd hozzá. Meg Jackie Boyt kivisszük az erdőbe. Ez a nap is, secperc alatt, de végre péntek, és most a hétvégén, pihé hétvégén van, tehát nincsen videós találkozó, amire megyek. A többiek mennek, nekem néha be kell iktetni pihenőket, mert mint látjátok a napjainkat, elég kaotikusak. Egy olyan 10-12 órát foglalkozunk Tutti Juice-zal, egy olyan 4-5 órát foglalkozunk a videókkal, és ami marad, azt próbáljuk közösen eltölteni. Úgyhogy néha kell egy ilyen pihé hétvége. Ez se lesz pihé hétvége, mert előre kell dolgoznom a jövő hétre. Megyek vágni. Na, hát fél egy. Fél egy van, úgyhogy már igazából most szombat van. Hogy... Nem, szombat van. Figyeljetek, okoskodik. Megnézed akkor a naptáradat, Kinga? Ja, hogy... Igen, egy mikrofon van most amúgy a telefonomba bedugva, egy ilyen pici Shure mikrofon. Elméletileg így jobb a hang. Nem ezzel fogom videózni, ez csak teszt, hogy majd esetleg TikTok videókhoz. Úgyhogy ugye, ahogy láttátok, videóztam, feltöltöttem, voltunk utána nagymamámnak venni ajándékot, utána voltunk nagymamáméknál. Olyan 9:30-ra értünk haza. Jackie Boyt megetettük vacsora időre, ugye hazajöttünk, és megnéztük a egyik kedvenc sorozatunkat az Apple TV Plus-on, a For All Mankind következő részét, nagyon izgi volt. Ja, úgyhogy most már nagyon kéne aludni, megyek fürcsizni, feküdni. Szombaton, azaz ma reggel, tali. Reméljük, nem felejtek el bejelentkezni. Halló, szia, jó reggelt! Ja. Már olyan rég találkoztunk, igaz? Szervusz! Ezt a faragcsóvát nézzétek! Mi van, Jackie Boy? Milyen játékot hoztál ma reggel? Tukánt? Tukán? Igen? Jaj. Kis fiú. Igen, nem utas, nagyon reggel fejem van. Nem, meg hogy... Hogy nézek ki? Szesi! Jó! Ilyen aranyos így, hogy most őszintén, nem ilyen egy tökéletes hétvégi póz? Ilyen egy tökéletes hétvégi pozíció. Adok a fülem, fiam. Most szombaton általánosságban amúgy délelőtt szoktam felvenni a videókat, úgyhogy most is ez történik. Van, hogy szombatra, vasárnapra előre. Itt van pár órám ilyenkor, és akkor mit tudom én általában 9-től 1-ig videózok, és akkor már csak délután vágni kell.
és vasárnap szokott lenni egy nap, amikor nem vidizek, de most lehet, hogy csak szombatra veszek fel, úgyhogy vasárnap is fogok videózni. Na mindegy, brosztászozni fogunk most. Mármint, hogy te ezt már láttad valószínű. Elfelejtek videózni. Most is. Elfelejtettem. 16:41, ha megyünk haza. Ott a napszüleinknél, ahogy a Tóthnyi család szeretik. Kis rendbrakás megy a videón, aztán mehet is feltöltésre. Halljátok, úgy ránk jött, hogy teljesen beszéljünk le, mivel pont most beszéltük, hogy tök unalmas a Discord. Olyan jó lenne, teljesen. Ki ismeri a TeamSpeak-et? Na jó reggelt. Mondja, hogy aki majd vasárnapban, igaz? Vasárnapban. A kamera, mi? Vasárnapban, 9 óra. Reggeli kávézás lesz. Megjött a kaja, most rendeltünk, King a Brawl Stars-ozik. Jackie Boy aluszízni fog, mondjad, igaz? Hát ez így nem buszta. De ja. Pont azt beszéltük, hogy ez lehet valaminek szebb tálalása is. Na mindegy. Mi van, Petike? Szervusz! De te már reggeliztél, ennek most nem kapsz enni. Nem. Na. Elérkeztünk a vasárnaphoz is már. Utolsó nap a vlogban, skacekok. Nem csukom be, mert onnan is jön a légkon, meg lehet dögleni, olyan meleg van. Fél egy körül van, felveszem a mai vidit, meg is vágom, mert így készen leszek olyan, nem tudom, 4:45-re, és akkor megyünk biciklizni apukámmal. Voltam lent a bicikliket, megnéztem, mert lassan egy éve nem ültünk rajta. Majd fel kell fújni a kerekét, meg ilyenek. De most vidinyó. Tehát kicsit kifosztottam a hűtőmet, úgyhogy hoztam fel utánpótlást. Még így is kell ezt hoznom. Tehát este, amikor játszottunk, akkor hát megittam pár doboz tuttit. Mondom, viszek egy kis érdekességet is ebbe a vlogba. Hogyan választom ki, hogy milyen videó legyen mai nap, holnapi nap, azután? Az első és legfontosabb alapszabály nálam, nekem legyen kedvem hozzá. Most például a Robloxban volt egy ilyen drónok című videóm, valamilyen drónszimulátor. Nagyon tetszett, úgyhogy most ezt fogom játszani. A másik, ami befolyásolni szokta, a ti kommentjeitek, hogy mit írtok, mivel szeretnétek, hogy játszak, stb. Mit ajánlotok. És akkor, hogyha ahhoz nekem van kedvem, akkor lesz belőle a videó. Már nagyon-nagyon régen, több éve nem foglalkozok azzal, hogy melyik videónak milyen megtekintése lett, stb. Nem nagyon érdekel. Anno az elején, mit tudom én, 5 évvel ezelőtt még néztem természetesen, hogy ez jól ment, akkor ebből kéne csinálni. Már sok-sok éve igazából, amihez kedvem van, vagy nekem a videózás, tudjátok, egy hobbi, kikapcsolódás, ilyenkor ki tudok kapcsolni a rengeteg probléma, amiről fogalmatok sincs is, nem is szeretném, hogy tudjatok róla, mert a csatornám nekem a jókedvről, a vlogokról, a pozitivitásról, kicsit ismeretterjesztésről szól, nem arról, hogy Gergőnek meg a cégeinek milyen problémái vannak, de ja, például tegnap keresztapukám tépett ki pár őszhajszálát a szakállamról, amit látott. Úgyhogy sokszor van, volt már olyan, hogy sajnos annyit idegeskedtünk hetekig, hogy egy foltba kihullott a szakállam, meg ilyenek, olyankor mindig kicsit hátra kell dőlni, kicsit elengedni a dolgokat, először megoldani természetesen, úgyhogy a videózással is így vagyok, egyáltalán nem feszülök már rá, sok-sok éve mondom nektek. Soha nem az van, hogy egyetlen egy szabály van még amellett, hogy olyan videókat csinálok, ami nekem tetszik, hogy minden nap kell. Mert ezt én megígértem annó magamnak, meg nektek, de inkább magamnak, hogy megmutatom, hogy igenis lehetséges. Édes mindegy, hogy az ember mit dolgozik napi hány órában, ha egy dolgot megígért, azt igenis meg kell csinálni, és amúgy szükségem is van rá mentálisan, hogy leülhessek, kikapcsolódjak, átválthassak a fiatal énemre, aki csak a szórakozással foglalkozik,
de szükségem is van erre a kikapcsolódásra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hozzájárultak ahhoz, és valakinek csinálhatom ezt. De tényleg, ezt őszintén mondom nektek, most akik itt vannak, itt a vlog vége fele. Pontosan ti vagytok azok, akik segítik azt, hogy nekem a mindennapjai mellett legyen egy hely, ahol tényleg én önmagam lehetek. Nem kell öltönyben egy tárgyaláson izzadnom, hanem szórakozhatok, jó kedvem van, jól érzem magam. Igen, ezt sajnálom, hogy nem minden embernek adatik meg, és ezért higgyétek el, tényleg teljes szívemből hálás vagyok nektek. Na, nagyon dizájnosan megyünk biciklizni. Amúgy van ilyen tutti gyúzos is, az hol van? Bici lesz, Jackie Boy megörült. Aztán szegénynek mondtuk, hogy majd ha hazajövünk, addig te pihizel. Na, mint látjátok, már itthon vagyunk, fel is vettem most egy videót. Amúgy 17 km biciklisztünk, fantasztikusan királya volt, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és ugye ez annyira nem is tűnik soknak, de ugye ez végig hegyre felfele volt, szuper királyság volt. Hazaértünk, gyorsan le is fürödtem, és most fejeztem be a videó felvételt, 8 óra van, úgyhogy ez megy majd ki a jövő héten, ugye amikor ti látjátok azon a héten, Brawl Stars videót vettem fel, mert most Kingával nagyon-nagyon beleéltük magunkat a Brawl Starsba. Úgyhogy ma még egy picit játszok, aztán meg kell kezdeni dolgozni, mert holnap hétfő van, és ideje előkészíteni már a dolgokat, hogy holnap reggel egyszerűbb legyen mindenbe belekezdeni. Van ugye ilyenkor egy hosszú listám, hogy mik azok, amiket meg kell csinálni, és akkor szépen azon megyünk. Egy ilyen checklistet képzeljétek el, a TikTok applikációt használom erre, hogy magamnak mindig összeírom, ugye a Kingával, Gyulával, pedig meg a grafikusainkkal, az Asanát használjuk, nekik az ő feladataik, ő munkáik azok oda vannak írva. Amúgy lassan véget ér ez a vlog, srácok. Nem vagyok valami jó heti vlogger, igaz? Írjátok meg, hogy mire vagytok még kíváncsi egy ilyen heti vlog, hogy miből legyen több, és akkor megpróbálok figyelni, meg egyáltalán legyen-e még több heti vlog. Na de mindegy, ezt van, amikor lezárjuk. Kamerán nem adja vissza, de szerintem olyan szép. Nem, skacok? Nagyon jól néz ki. Vagyis szerintem. Írjátok meg, ti mit gondoltok róla. Na, skacok. 0 óra 22 van. Készültünk javából már a holnapi napra, mármint a maira. Reggel 10-kor van már az első találkozó, úgyhogy kelni kell korán, elintézni a reggeli e-maileket, dolgokat, aztán menni. 9:30-kor már indulnunk kell reggel, utána jövünk haza, folytkövi e-mailezés, de ez már nem ehhez a héthez tartozik. És itt is vagyunk ennek a videónak a zárásában. Már kedd van, amelyik nap ti most ezt a videót fogjátok látni. Hát nem vagyok a legjobb heti vlogger, sőt, szerintem egyszer vagy életemben kétszer csináltam ilyet. Amúgy fun, de sokkal több mindent kéne megmutatni, pedig így is hosszú videó lett, úgyhogy tényleg kérném, hogy ötletek, mik azok, amikből inkább többet mutassak meg. Sajnos ugye a képernyőmből és a munkából, ami nekem a napom javarészét kiteszi, nem sok mindent mutathatok meg, mert ugye rengeteg titkos adat van a gépen, ami nem csak nekünk, hanem titoktartási szerződések, árak, átadási árak, akciók, dátumok, új termékek. Ugye most is, tehát van olyan termékünk, ami jelenleg több mint egy éve van már. Nagyon sokan megtippeltétek amúgy, hogy mi az a termék, mivel én nagyon szeretem azt a dolgot. Azon már dolgozom, tehát több mint egy éve én már kóstoltam az első ilyen terméket. Biztos sokan tudjátok, miről beszélek, ezt is várom a komment szekcióban. Nagyon-nagyon sokan megtippeltétek, hogy mi az, amin már régóta dolgozunk. Sok márka azóta kihozott belőle több íz, de nem érdekel, tudjátok, hogy nem az elsők akarunk lenni, hanem a legfinomabbak, legátgondoltabbak, legegészségesebbek az adott szektorban. Úgyhogy szerintem látjátok, hogy ez nekünk a Tutti Juice az életünk szerves része, nem csak rányomtuk a fejünket, aztán egy másik cég gyártja, egy harmadik cég eladja, egy negyedik cég marketingeli, hanem minden itt egy kézben összpontosul az én és Kinga
kezében, de imádjuk, szeretjük. Csak tudjátok, rosszul esik, amikor sokszor olyan emberek, akiknek fogalmuk sincs, hogy mennyit, és hogyan, mennyire beletéve a szívünket leszólja, vagy valami butaságot mond, például, hogy nem sorsoljuk ki a nyereményeket a titkos tutti dzsúznál. Hogy lehet valaki ennyire bolond, hogy ezt gondolja rólunk, de fel kell fogni, ez van, az emberek ilyenek, ti tudjátok, remélem, látjátok, majd a kocsit is megmutatom nektek, mert az iPad-eket, iPhone-okat, babzsákokat már elküldtük javarészt a nyereményjáték kisorsoló cégnek, ha tudnátok, hogy mennyibe kerül az, mennyi pénzt fizettünk azért egy direkt nyereményjáték lebonyolító cégnek, hogy teljesen jogtisztán minden sorsolás, minden rendben legyen. Ha tudnátok, hogy mennyi pénzt költöttünk rá, és akkor leírják nekünk, hogy ez csak átverés, felakasztanám magamat ilyenkor, de na mindegy. Srácok, köszönjük, hogy itt voltatok velem ebben a heti vlogban. Ha szeretnétek még ötleteket, komment szekcióban, tetszett like, ha nem dislike, és ti vagytok a legeslegjobbak. A tutti dzsúzók legyenek veletek. Sziasztok!